Köszöntöm a kedves nézőket, Csillag Péter lesz a beszélgető társunk, és akiről beszélgetünk, az ő nagypapája, Molnár Cépál. Viccesen úgy fogadtam, amikor bejött a stúdióba Péter, hogy ő Molnár Cépál földi helytartója. Az öröksége, Molnár Cépál szellemi művészeti örökségének gondozója, a Ménesi úton levő Molnár Cépál emlékmúzeumnak a vezetője nem mellékesen a katolikus egyház szerpapja diakónusa, és hát utolsó kis apró szempont megemlítem, hogy általános iskolai osztálytársak voltunk, régóta ismerjük egymást, de hogy Molnár Széppál unokája, azt később tudtam meg, és nagyon büszke vagyok egykori osztálytársamra, mert nagyon gondosan őrzi és népszerűsíti azt a hagyatékot, amely a magyar szakrális művészetnek az egyik kiemelkedő fejezete, Molnár C. Pál, Abanovák, Kiovini Ferenc, és még sorolhatnánk azokat a neveket, akik a két világháború között római ösztöndíjasként magukba szívták Itália és a keresztény művészet örökségét, hagyományát és megújítói lettek Magyarországon. Kedves Péter, hát elsősorban a Ferences alkotásokra szeretném leszűkíteni beszélgetésünket, lévén a Ferencesek stúdiójában beszélgetünk. Szent Ferenc hogyan került közel, és ilyen kiemelkedő helyet hogyan foglal el Molnár Cépál művészetében? Megközelítve a kérdést úgy, mint aki úgy talán lélekben is sok mindenben érzem magam rokonságban Molnár Cépállal, akár Szent Ferenc mint védőszent szárnyai alatt, meg aki a képei között nőttem fel, és ezzel most már én tudom a közönséget összekapcsolni Molnár Cépállal, és úgyis, mint diakónus, aki, hát Szeretném uh, Isten útját, uh, a magam útjának uh, tudni, és ezen az úton előre haladni. Uh, nagyon sok mindent gondviselésszerűnek érzek. 1926 az első dátum. Uh, Ferences évet hirdettek, uh, ugye Szent Ferenc halálának 700. évfordulóján, és ebbe kapcsolódott bele a magyar Ferences rendtartomány is, meghirdettek egy, uh, Szent Ferenc kiállítást, amelyre több mint száz pályázat érkezett, ebből ötvenet választottak ki. Gerevics Tiborra a kormánybiztosa volt ennek a kiállításnak, és nagyapám leírása szerint, ugye ők azért egy új nemzedéket képviseltek, amire az egyházi közizlés talán még nem volt eléggé nyitott. Úgyhogy az ő képét kiselejtezték. Tehát Gerevis Tibor ismervén a viszonyokat először azt kérte, hogy mutassák meg neki a kiselejtezett műveket, és ezek között találkozott Molnár Cépál alkotásával, amelyen Szent Ferenc a madaraknak prédikál. Egyébként a legtöbb művész ezt a témát dolgozta fel. És annyira megtetszett neki, hogy kiemelte, és egy előre meg nem határozott ifjúsági díjat adatott rá, mint kormány biztos ezt megtehette, és így bekerült a kiállítási anyagba. És ettől kezdve neki is megvolt a kapcsolata Szent Ferencen keresztül Molnár C. és amikor 28-ban két évvel később elindul a Római Magyar Akadémia, amelynek első igazgatójává Klebersberg Gerevics Tibort nevezte ki, ő már Molnár Cépát hívja be az első négy ösztöndíjas közé, így Abanovák Vilmos, Szőnyi István, Pácai Pál mellett Molnár Cépál lesz az, aki először érkezik Rómában az újonnan megnyírt akadémia falai közé. Tavaly egyébként volt egy kiállításunk a 90 éve nyílt Római Magyar Akadémia emlékére. Rómában ezzel a négy művésszel jelentünk ott meg, én vittem a Molnár Cépál anyagot. Ez volt az első találkozás, de hogy mi minden következett ebből, az a római ösztöndíj, amely meghatározó volt az egész életében, amely életének legboldogabb szakaszai közé sorolható, amely aztán az egész életművet nagyon meghatározta. Tehát, ha visszabontom, ez Szent Ferencnek köszönhető, és majd a későbbi eseményekben látni fogjuk, hogy hogyan találkozik újra és újra Szent Ferenccel. 28-ban jelent meg itthon még, Keleti Artúr Angyal Üdvözlet című verses kötete. Keleti Artúr nem volt jó költő, kicsit nehézkes, de a korai e, e, itáliai világot idéző, mondjuk a Szent Ferenci víziókat idéző, kicsit nehézkes verseit e, illusztráltatta. Ez a második kiadás volt, először Gulácsival járt Itáliában, e, ővele is illusztráltatott e, egy kiadványt, és nagyszerű tipográfus volt, egyébként banktisztviselő, és Molnár Cépállal megmaradt a levelezése, és az akkor fiatal festőművésszel illusztráltatja ezeket a korai Itáliát idéző verseket, amelyeknek a szentségi vonzása az nagyon egyértelmű és itt jelennek meg azok a ferences hangulatú, Szent Ferencet személyesen is ábrázoló művei Molnár C. Pálnak, amelyeket ő az akkoriban népszerű estrajzok technikájával túlban készített, és egy famecő cég meccette fába. Ez az év legszebb könyvei közé került ez a kiadás, elkerült Itáliába is a Mondadorihoz, Eh, akik szerették volna itáliai nyelven, olasz nyelven is kiadni Itáliában, és ezzel a könyve, eh, ezzel az illusztrációs sorozattal pályázott a Mondadori egy amerikai világcég, egy amerikai bibliofil társaság, a New York Limited Editions Company eh, meghirdetett világpályázatára, amelyben a Szent Ferenc virágocskái kiadására keresték a legjobb illusztrációkat a Mondadori nyerte el Molnár Cépál illusztrációival, és akkor, ahogy az önéletírásában írja, Mondadori akkor elhatározta, hogy megkeresi ezt a bizonyos Möcöpö urat, Budapesten kereste, és Rómában találta meg, ekkor ő már kim volt Rómában, és jött a következő csodálatos ölelése Szent Ferencnek, de azt mondta Molnár C. Pár, hogy ezt már ő saját kezűleg akarja fába metzeni, e, És az első saját kezű famecseteit, az, aki tényleg a 30-as évek világ elsői közé tartozott famecsésben, Szent Ferencnek köszönheti szintén. E, és azt is, hogy könyvművészként elindult egy különleges. E, vonala, útja ennek az életpályának. Nagy sikert aratott ez a mű, noha ő azt mondja, hogy még érződtek a gyermekbetegségei ugye az első saját kezű illusztrációknak, amelyeket fába készített, de a következő évben itthon elnyerte a Színjai Társaság Zicsi Mihály nagydíját, nagy sikert aratott, Olaszországban egyházművészeti kiállításon vett részt, és egyébként a tipográfus, az a Hans Madersteig volt, nagyszerű német tipográfus, aki a kor legmagasabb színvonalát képviselte. Vele is, sőt a New York Limited Editions club tovább is dolgozott, eredetileg a Sziránót is vele indult, indították el, de Shakespeare illusztrációt, a coriolanus is nekik készítette. Tehát látszik, hogy ők is úgy érezték, hogy itt valami remek, mű született. Na hát Szent Ferenc ugye újra belépett ebbe a csodálatos, gondviselésszerű életfolyamatba, és hát ott Itáliában személyesen is találkozott Giottoval nyilván, aki hát nagy példa. Már nem voltak kortársak. Nem voltak kortársak, de pont Szent Ferencen keresztül, ugye az Assisi Bazilikában, Fra Angelico és Giotto nagyon nagy hatással volt rá, abban az eszményi tisztaságban, ami egy mennyei háttérbe helyezi el a, a, a szentek eseményeit, az evangéliumi történeteket. És nagyon érdekes, hogy a keleti Artúrral folytatott levelezéséből úgy tudjuk, hogy ő azt javasolta neki, hogy a Szent Ferenc illusztrációkat erre az amerikai kiadványra, Ezeket ott készítse el az Assisi Bazilikában, ott készítse el San és a rajzaiból, Molnár szépen nagyon sok rajzot készített Assisiről, vannak fametszetei, akvareljei, Egyszerű kis kicei. Úgy látjuk, hogy ez tényleg így is történt. Tehát a római ösztöndi után még többször vissza? Ez az római ösztöndíjas időszak alatt volt, Igen. tehát 28 31 volt Kint uh -huh. Rómába, a Fioretti 30-ban jelent meg. Uh -huh. És ott-ott Szent Ferenc lelki jelenlétében készültek el ezek az alkotások. Ugorjunk nagyot az időben, aztán majd visszatérünk egy kicsit a családi vonatkozásokra, illetve a, a nevelkedésére Molnár Cépálnak. Ma, hogyha meg akar ismerkedni valaki Molnár Cépál alkotásaival, hol találkozhat vele? Azon kívül, hogy a Ménesültől ott van a Molnár Cépál Múzeum, hát számtalan templom az, amely őrzi most, ami csak úgy eszembe jut a Szent Anna templomnak, a mennyezet freskói, a tövis utcai, egy gyönyörű Szent Ferenc stigmatizációja, illetve az Úr Jézus és Szent Ferenc a stigmáival a budai ciszterci templomban szintén egy hasonló témájú alkotása, de hát hány templomba láthatóak? Mint egy 30 templom őrzi az országban Molnár Cépál szakrális művészetét, ő úgy fogalmazta ezt meg, és talán én is így látom diakonusként is, meg idegenvezetőként, ami az én civil foglalkozásom, hogy vannak gyönyörű szakrális témájú művek, nagyszerű festők alkotásai, amit lehet csodálni, de nem lehet előttük imádkozni. Molnár Szépál valószínűleg olyan mélységbe Tudott kapcsolatot teremteni, talán éppen Szent Ferenccel, de az általa megfestett szentekkel, hogy az ő képei azok imádságra hívnak. A 30 templom közül akkor Budapesten emeljünk ki néhányat, említetted, 38-ban világ, ugye most is, ismét aktuális lesz, az kongresszusra, kongresszusra, kongresszusra készült el, ugye ott az eukarisztia megdicsőülése van a mennyezet közepén. A Szent Annában. A Szent Annában. igen, Kontuli Bélával. Kontuli hívta őt 49-ben, Uh, szentelték fel a Tövis utcai templomot, az egyetlen olyan templom, ami Rákosi időben épült, és az a rómaiak utolsó nagy találkozása volt. Hét római festő, hét római szobrász. Ez a római Így van, van. A... igen, igen. Ők jó barátok lettek. Tehát Molnár Cépál volt kontúli Éva néni, tehát a kontúli lányának a keresztapja. A szőnyiék voltak, uh, Abanovák, uh, Jutkának a kereszt szülei, tehát hogy tényleg jobb barátságba kerültek, és ez Kontúli nagyságára utal, hogy az ő megbízásában készülő templomba hívta be a régi rómásokat. És ugye Kontúli festette a Kapisztán Szent Jánost a főoltárra, és a jobboldali oltár freskói között a Szent Ferencet, Molnár Cépál még az is nagyon érdekes, hogy a dominánsan megjelenő, a nagy festményekben gondolkodva, ikonográfiailag, nagyon sokszor megfesti a madaraknak prédikáló Poverellót, aki valami mennyei egyszerűséggel kapcsolódik a teremtett világhoz, és ez ebben olyan gyönyörű szépen kifejeződik ebben a témában. A háború után vagyunk. Hát 1949-50. Így van. Nehéz évek. Egy új ikonográfia jelenik meg, a stigmatizált Szent Ferenc. A szenvedő. A szenvedő, az szenvedő. Együtt szenvedő. Együtt szenvedő, és ez az együtt, ez van kiemelve ezeken a képeken. A Szent Imrébe található művön még ott is van az aláírás, hogy úgy kövessétek őt, úgy kövessétek engem, ahogy én követtem őt. Tehát a Jézussal teljes egységben lévő, az a kezét, a stigmatizált kezeit kereszt alakban kitáró Szent Ferencet látjuk a kereszt alatt. A Krisztussal való teljes egység, ezekben, ezekben a nehéz időkben azt gondolom, hogy egy üzenet is. Bizony, egy hitvallás és egy Igen. erőt adó valami. Eszembe jutott egy korábbi interjúmból Bolberic Pál teológia professzorral beszélgettem az egy ilyen életinterjút készítettünk, és gyerekkorában a Szent Anna templomba vitte az édesapja, édesanyja szentmisére, és hát a kis Bolberic Pál nagyon ügyesen rajzolt, ő festőművésznek indult egyébként, illetve dilemma volt, hogy pap legyen, vagy festőművész, nagyon tehetséges volt, és ő mesélte, hogy hát ott ült, ásítozott a, a prédikáció alatt kisgyerekként, és az egyetlen ébren tartó volt, hogy nézte a menyezetet, és Molnár Cépál alkotásaiba gyönyörködött Félek, a de? Szent Anna Szentműséjét, tehát Na, ez hát volt a, a túlélési stratégiája, tehát ennek műértő gyermek <laughs> csodálkozott rá a szépségre. Még egy pár szót talán a templomokról, tehát a Belvási templom főoltára, 47 szintén, az egy, szintén, oltár. Az egy oltár, a Szent László templom egyetlen, tehát egy olyan templomban a legtöbb alkotás az van. Nem, ez a, a angyalföldi, szent, a béketéri Szent László. A főoltár, két oldaloltár, mindegyik szárnyasoltár, sőt, a Szent László alakja fából kifaragva, az is Molnár Cépál keze alól került ki. És akkor az ország többi templomai között egyetlen egyet had emeljek ki, ez számára is végtelen fontos volt, ez a Szombathely legrégibb temploma, az Ferences Szent Erzsébet templom, ahova ő festette meg a főoltárt, mégpedig olyan módon, hogy a négy kép az a liturgikus évnek megfelelően cserélhető, alapból Szent Erzsébet, az évközi időben van egy karácsonyi időre és van egy húsvéti időre festett változata, de középen Szent Ferenc ő állandó, és ott van egy Szent Erzsébet szobor ami az ő tanulmánya alapján készült el végül is tehát Szent Ferenc Erzsébetben is, Erzsébetet is többször megfestette, tulajdonképpen ott, ott, ott folytatódik ez a történet Battonya, ott látta meg a napvilágot. Még jóval azelőtt, hogy elkezdték volna Battonyát emlegetni, mint az első ö, szovjetek által felszállított település, amiről kint, hogy nem az volt az első, mindegy, de Battonya, és a közelmúltban visszatért egy alkotásával, Battonyára olvastam. 1894-ben született április 28-án Battonya, Tompa pusztán, amely Battonyától 6 kilométerre volt, a László család Eh, lakott ott, élt ott, és az ő édesanyja egy francia eh, svájci leány volt, Jean Conta, c íródik a C. Ide jött francia nevelőnőnek a László családhoz, 17 évesen, letette a kalapdobozt, fölvette a kendőt, soha vissza nem tért Svájcba, eh, és egy csodálatos édesanyja lett belőle, a Pál nevű legelső, első szülöttével egész különlegesen mély kapcsolatban voltak. Ez a Cöpál, ez, ez aztán egy kicsit úgy ajándék is az örökké valóságnak megőrizve a szeretet édesanyját. Hát Batonya az ő egyházművészetében is rendkívül fontos, hiszen 1935-ben Rómából visszatérve ott van egy nagyszerű, ö, 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 nagyszerű plébános, és ő hívja meg Molnár Cépált, hogy fesse meg az úgynevezett falusi katedrális, hatalmas méretű templom, fesse meg a, a főoltárt és a mennyezetet. Ebből a főoltár elkészül, egy nagyon érdekes ikonográfia, egy angyali üdvözlet között van egy Szent Háromság kép. Tehát a Szent Háromság kép baloldalán érkezik uh, az angyal, egyébként az én édesanyám 14 évesen az angyalnak a modellje, a másik oldalon ott van Mária, és egy nagy uh, középső szárny ez a, ez a Szent Háromság. Uh, Batonya díszpolgára lett ezzel a művel 35-ben, és az ottani uh, prépost, Klivényi prépost, aki hát egy legendás uh, már a háború után e, tényleg a, a szenvedésével is e, a, a hűségét e, megtartó, nagyon nagy hatású pap volt, ő kezdeményezte e, a Vatikánnál a kitüntetést, amit végül is 39-ben kapott meg e, 12. Piusztól, e, és e, lett a proeklésia... E, Ett Árte kitüntetettje, amely az egyik legmagasabb világiaknak adható díja volt az egyháznak, és aztán amikor a háború után, akkor hát nagyon szerényen kapott bármiféle elismerést, de végül is, ha már úgy szó esett Batonyáról, mint hát ilyen módon a háború utáni történelmünkbe beemelt településről, Puja Frigyes külügyminiszterünk, ugye onnan származott, és ő igyekezett Molnár Cépált egy kicsit visszahozni a köztudatba, és kapott egy, egy munkaérdemrend kitüntetést, és ennek átvételékor ezt a pro-artehetek lézsie keresztet kitette a, a zakójára. Ez, ez egy hitvallás volt, mondván, hogy mind a kettőt batonyának köszönhet. Nagyon-nagyon szép. Még a C betűhöz térjünk vissza. Úgy emlékszem, egyszer beszélgettünk, említetted, hogy valaki tanácsolta neki, hogy Molnár Pál néven nehéz karriert befutni, mert kell valami még ahhoz, és így vette föl a monogramját édesanyádnak. Tehát ez a C betű. Van egy gyönyörű önéletírása, amelyben egy csodálatos vallomása van, amikor hat évesen elkerül Tompa pusztáról bekerül kosztos diáknak batonyára, és elmesél, hogy az édesanyja jött mindig látogatni, és egyszer hogyan köszönt el tőle, és aztán visszafelé a lába nyomát követve ment vissza, és ez olyan jó érzés volt, és egy, egy, egy helyen egy ráragadt sárdarabot fölemelt, ami visszamaradt édesanyja cipőtalpának a nyomával, megőrizte egy krumpli pogácsával, és sokáig féltet kincsként őrizgetett, tehát ennyire szerette az édesanyját. És az édesanyja talán úgy, mint Szent Ferenc, visszavisszatér ebben az életműben, először akkor, amikor avval a családdal, ahol ő házi tanítóként működött, a Miklós Ödön családjával, megy kis láluk lakott, már 18-ban ez egy államtitkár volt, úgy érezte, hogy a család nagyobb biztonságban van Svájcban. Ő már a Gellért hegyen élt, Molnár Cépál is, tehát legkésőbb 1916-tól, de lehet, hogy 15-től már Gellért hegyi lakos. A Miklóséknál a akkori Plósz Lajos, mostani Gombot Zoltán utcában. Megy velük Svájcba, mondván, hogy nem akartam ebből a kalandból kimaradni politikailag közömbös lévén, gondoltam megismerem édesanyám családját is, és talán, talán, talán Párizs. 1918-ba írja ezt. És hát végül is megismerkedik eh, édesanyja családjával, a Miklósék már rég hazajönnek, ő azonban kint marad, és a művészpálya igazából Svájcban indul. Ott vannak az első kiállításai, 1920-ban, Genfben, Lozánban és Párizs nagyon ki akarna jutni, meg is van a mecénás, de nem kap beutazási engedélyt vesztes állampolgáraként, harmadikra kapja meg, mert közben eszébe jutott, hogy az ő édesanyja Jean Conta. Megvan a keresztlevél, három héten belül ott van a kiutazási engedély, és Párizsban ennek köszönhetően gyakran használta édesanyja nevét, aláírás szignóképpen is, meg volt egy névjegye, Paul Molnár Conta néven és amikor hazatér, és itthon a bemutatkozó kiáltása van 23-ban a Belvedere galériában, akkor Fó Nagy Béla, akit ő ilyen módon keresztapjának tekint, mondta ezt, hogy fiatal ember maga ragyogó dolgokat fest, meg rajzol, de Pesten egy Molnár Pál nevű főstő kiállítására a kutya be nem teszi a lábát, hát csináljunk ebből a névből valamit, és akkor látta meg a párizsi névélet, és mondta, hogy mától kezdve pedig magának Molnár C. Pál lesz a neve. Nagyon-nagyon kedves. Soldátos történet. történet, ugye, így visszatér az édesanyja, aki hát annyit segítette, végül is benne, benne van a Sziglóba. A Molnár Pál emlékmúzeumról szóljál befejezésül, mi az, amit ott kap az ember, hogyan tudjátok azt működtetni, van-e érdeklődés, és hát Molnár Pál eléggé benne van-e a köztudatban. Hát ezért nekünk mindig tenni kell, ez ami utolsó mondatodban elhangzott, hogy az ő életművét népszerűsítsük, meggyőződésem, hogy tényleg egy ragyogó, nagyon sok nagyon nagyszerű magyar festő volt, és az ő életműve is egy végtelen változatos, 87 évesen halt meg, egy hónappal a halál előtt még ecset volt a kezében, és egy könnyen alkotó művész, tehát óriási az életmű, hála Isten. Ezért tudjuk mindig cserélni, tehát az ő állandó kiállítása, mi ott élünk ebben a házban, az ő egykori lakásában, a családommal, ugye van hat gyermekem, most már nyolcadik unokám van úton, de heten élnek, már a nyolcadik most növekszik a szíve alatt a Mária a lányomnak, és én itt, ide születtem, itt nőttem föl velük együtt, és a műterem egy emelettel följebb van, Igyekszünk az életművet bemutatni, de mindig cseréljük a kiállítást, mert tényleg nagy az életmű, és a gyűjtőkkel is jó kapcsolatban vagyunk. 125 éve született Molnár C. Pál, talán Szent Ferencnek köszönhetően vagyok én most itt, annélkül, hogy te ezt tudtad volna. És, én Valóban nem tudtam, de ezt az, az emlékét. Egy, egy, emléké van, úgyhogy most egyelőre Molnár C. kiállítás lesz az összes termekben, és aztán ősztől tervezünk egy olyat, hogy, hogy szeretnénk... Molnár Pál és Szent Ferenc. E, hát ebben a Möcöpö 125-ben ebben lesz egy ilyen kiemelt fal, de viszont egy olyat tervezünk, hogy a, a többi idén 125 éves jubilámát ünneplő művészt is az ők szoros barátságban élő kortársai közül, tehát ez jelenti Szőnyi Istvánt és Abba Novák Vilmost, Derkovicsot is esetleg, tehát majd meglátjuk, de Szőnyi Abba Novák, Molnár Cépál, ez biztos, hiszen a fegyvertársak ez a hár, voltak. Fegyvertársak voltak. Nagyon szépen köszönöm Csillag Péternek, hogy Molnár Cépál unokájaként közel hozta számunkra a 20. századi szakrális művészet kiemelkedő alakját, ha tehetik, látogassanak el a Molnár Cépál Múzeumban. köszönöm a figyelmüket a viszontlátásra.